Ja, mondjam a másikat. Igen, mehet. Tehát van egy következő bizonyságtételem is néktek, ami olyan csodálatos volt. Ez 46-ban egy nyári konferencia volt Tolna megyében, Dús községben. Arra több német gyülekezeteik voltak, és legnagyobb részben német testvérek jöttek össze, és oly csodálatos erő volt jelen, már az imába is, és majd az ige hirdetési szolgálatban egy Becker nevezetű körzeti prédikátor testvér prédikált, oly erő és oly hatalom volt az ő szolgálatán, amivel Isten áldott elejéből felemeltetett egészen a plafonig, a lába, úgyhogy a földszintől legalább 100-120 centire fönt lebegett, de ő beszélt továbbra is. És a testvérek ezt látván, azt kiáltották, hogy eljött az elragadtatása, Becker testvért már viszi az Úr. És ahogy így imádkoztak, és ahogy az ima ereje, ahogy kezdett csökkenni, akkor a Becker testvér visszaereszkedett, vagyis leeresztette az erő a földre. De ilyen szemmel látható jelek és csodák voltak a önkösdi népnek a buzgó, imádkozó Isten tisztelete. És milyen magasra emelkedett egyébként? Kérem? Milyen magasra emelkedett? Hát, mit mondják, ugye hát az épület lehet, hogy 2 méter, vagyis 2,50 lehetett, vagy 3 méter a mennyezet, tehát egészen a mennyezetig fölemeltetett. És onnan lefelé, ugye hát én nem magas ember volt, mert én is ismertem, volt nálunk is a gyülekezetben párszor, hogy missziós szolgálatban, de hogy egy-egy méter hiányzott így a föld és a lába között. És ez nem csak úgy, hogy felemeltetett és visszaesett, hanem felemeltetett, és bizonyos ideig, talán 15-20 percig ott volt a levegőben, és a testvérek ezt mint látva, hát ezt látták, elkiáltották, testvérek, itt az elragadtatás, imádkozzunk. És mindenki az várta, hogy mindenki emelkedik, főfelé lesz az elragadtatás. De az ima ment, de csak a Becker testvér emeltetett fel. Tehát ez külsőleg is, tehát szemmel látható isteni erő volt jelen, hát ennek is olyan csodálatos híre, és volt az egész országban, hogy érdeklődtek a testvérek a konferencia felől, hogy tényleg igaz-e, és kellett választani, hogy igenis így történt, ahogy az meg lett szintén írva az akkori missziójságban, mint bizonságként. Tehát ez buzdítása, mondom el, hogy az Úr Jézus így csodálatosan dolgozott, de ez az Úr Jézus máma is ugyanaz. Ami hitünk és ami buzgóságunkon múlik az, hogy az Úr hogy tud jelen lenni közöttünk. Köszönjük!